heti XD-ben. Nem klippelnek, klippelni kéne, mert ha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlenül vicces, csak jó lenne visszalátni heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk, de nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. De most te tényleg megjöttél a Jordan 4-be, meg te is egy Jordanbe és egy ilyen falatka kabátba jöttél ki a kertbe dolgozni? Több egy kis munka, azt hittem, meg kell valamitán menni, azt mehetünk be. Segíteni kell. Itt van neked ugye ez a gerebje, itt van Laucinak ott az a söprű, szépen ezt a placot, Laucika, le kell söpörni, jó? És akkor annyi, hogy te Normika azzal a nagy gerebjét... Hát szerintem ők nem akarják annyira, mert hogy elnézem a Laura fejét, nem volt annyira őszinte a mosolya. Jó, csak azért, mert ki kéne akkor állni a quaddal, meg ilyenek. Hát tudom, ez nem... Meg ugye az utánfutóba be kell pakolni, át kell vinni a másik telekre, tehát ezért itt azért... Ezért mondom, ez nem egy perces folyamat. Azt... Hát, ja, hogy nem kis munka. Átlagember problémák. Mi? Oda néz a nagy főnök, a főnökök főnöke, oda néz, hogy szereti. Az igazság, hogy... Rettentően unalmas számomra. Na, haragudjatok, de nem tudom kommentálni. Tényleg, szó szerint nem. Itt. Megállt a c***i. A legnormálisabb excuse-i pillanat. Hey everyone, today Ninja. I'm going to be making the world's darkest clothing. Nekem ez kéne. Amúgy én elbe mennék mindenhova, hogyha lenne ilyen ruhám. Konkrétan én félnének tőlem az emberek. Egy fekete folt sétál az utcán, köcsin, ez nagyon kemény. Elnézést kérek mindenkitől, nagy szeretettel és nagy tisztettel köszöntök mindenkit! Na megjött a legnagyobb csávó a csávók közül. A Győzike csávók kollab, amire mindenki... Mi a colos? Komolyan. Kopognak. Amúgy ezt is lehetne beváltható hangeffektet, nem? Hölgyeim és uraim, összehívtuk Magyarország 7 legjobb DJ-ét, hogy készítsenek nekünk olyan ételt, amit ők is szeretnek. Ezek mind DJ-k. A beasszony! Így még Pogger. Előttek nekem DJ-k! Köszönöm! Kurva a videó. Vagy píke. Igen, DJ-k, de nem tudják megoldani azt, hogy jó legyen a hang. Ez amúgy tényleg szánalmas, amit most mondom. Ja, amúgy a beasszony nem pontozzák le egy 10 per mennyi. Érdekes. Köszönjük! Konyha főnök meta. Nekünk is ezt kéne csinálni. Főzés műsort. Elismert tartalom nyertok, Dezső, Bence és Miskó és Marti. Sziasztok, hogy vagytok, srácok? Ciao. Hello. Jó. Ja, Bence kicsit beteg volt, én meg nemrég keltem, úgyhogy jó. Örülök, hogy kiemeltett tartalomgyártókat, mert pont így jöttünk erre fel a Patrikkal, és gondolom. Amúgy tök király fókuszban van ez. Tehát ez fókuszban van. Tűéles ez, tényleg teljesen, mint hogy PNG lenne, annyira éles. Hát Dezső Bence feje az meg, hát fél homály, fél homály. De amúgy ő sincs fókuszba. Tehát itt is az üdítő van fókuszba. Szóltak, kell egy buliba pár kóm. Kányosz mondá havazik, sok csicska meg csak talizik. Közben a csaja a genge polizik. Kurva, ne erőltesd már fáj fejem, a kukába való a zenét. Nyomd el, jázd le, ami... A Mr. Bastára azt mondták az emberek, hogy nem hiteles és hogy gáz. Meg szeretném kérdezni, hogy ez mégis miben különbözik attól? Attól, hogy van minimális köze a zenéhez, azt el tudom ismerni, de ettől függetlenül nekem egyik sem tűnik hitelesnek. Amúgy igen, ezt jó, nagyon jól leírtad amúgy Tiraspova, hogy nagy amerikai rapperek mindig azt mondták, hogy a gangster rap nem feltétlen tettek alapján lesz, hanem egy kitalált történet a dolog. Magyaroknál mindenki ezt nyomja, a koncerteken meg szana szét vannak húzva a cuccok miatt ezek a magyar csodák. Ja, amúgy. Real. Nekem ez nem adja annyira. Vannak jó vibe-olós zenéjük. Nekem a szöveg az nem egy olyan dolog, ami itt értéket képvisel bármilyen szinten. Bet nincsen a shoot-hat shopban, lost in DM, no assist. Bro, velem van nincs fegyverem, már a nevem tudja a miss. Velem nem volt itt senki sem, mikor nem piti volt a risk. Velem a gang, of course, mindenki az fasz van kossz. Jó kis King Billy vibe-ot adott egy picit, de neki legalább jobb az angol kiejtése. Nem szárkába tett a trap, ebben bajnokok back to back. Egy legenda leszek, bro, mint Tupac. Legenda leszek, bro, mint Tupac. Big man, please step back. Ez kettő sorral volt azután, hogy Tupachoz hasonlította magát. Let that sink in. És valaki ezt komolyan tudja venni. A legkevésbé old head ember vagyok, akivel találkozhat szerintem az interneten. Nem szeretem az old school zenéket, az old school rappeket annyira. Direkt mélyted a hangot féle éneklés megvan. Én amikor időt vettem fel,
drill zenét, konkrétan lepicsáltam a hangomat. Én csak csoki, veszek a pénzből, nem dobunk sohasem kézből, gépel és soha nem bújok a fénytől, Isten büszkén néz le az égből. Én minden nap hétkor fekszem, segítek anyának legnagyobb flexen, tanulásot eszem, nem a szexen, ki jár, nekem a jutalom kekszem. Hé, hey, te faszfej, szedd fel a szemetet, a dobd el. Kisomnak az életben kigyújt 6000 pontja, egy bolond a pakkot, a másik meg a rendet bontja. Amúgy lehetne sokkal experimentálisabb, igen. Én nekem annyira az nem adta. Itt azt mondom, hogy megtalálta az ő saját stílusát elég erősen. Engem nem érdekel az, hogy ők real dealerek, vagy nem real dealerek, vagy hogy ők most mennyire nagy gangsterek, meg nem gangsterek, csak mi a f***ért kell erről így rappelni ilyen gagyi módon. Még hogyha jó lenne, akkor azt mondanám, hogy wow, na ez igen, meg. Aztán, ha nem jön össze, jöhet a viszki, jöhet a kóla, ha nem ez olyan, aki elfogadja, maradok magán. Egyre rekedtebb amúgy, igen. Szikora Valmar Robert. Amúgy ez olyan, mint a Maneskin, nem? Teljes mértékben, és ilyen Elvis-es vibe-ot érez magának. De ez már nagyon nem a Maneskinre hajaz, nem tudom milyen, hogy kell mondani. Rólad beszéltem, de jól tudom, ilyen egy budai láb. Most már az öregeket is meg tudják fogni ezekkel a muzsikákkal, mert a Szikorával volt kollabjuk, illetve a TV2-ben szerepeltek, szóval... Lehet, hogy látták, hogy a Carson Komának mekkora sikere van ezekkel a retro vibe-os zenékkel, és úgy gondolták, hogy egy kicsit ők is megcélozzák ezt a fajta réteget. Vagy nem tudom, hogy itt pontosan ki a célközönség. Viszont ez legalább... Vaj, pepec. Pepec. Ez legalább jó. Mármint, hogy jó vibe-ja van amúgy, nem mondom azt, hogy szar zene. Ez azért sokkal jobb, mint egy ilyen semmit mondó trap. Bár amíg ez is eléggé, hát nem tudom. Olyan nagyon sok dalszövege, ennek sincsen, amit úgy tudnék értékelni, de amúgy adom. Casino Twist. Jó kis Hungária. A százas körbe, hogyha beletalálnék, két halomnyi pénz lenne az ajándék. Hát ugyanaz a stílus. Ott volt a barátnő, mi láttátok?